Pogácsa sütemények az asztalon, melegszik a víz a teához. Így várták az érdeklődőket a Moson-Magyaróvári Lions Club által második alkalommal szervezett zenés jótékonysági 5 órai teára. A mai koncert a Lions Moson-Magyaróvári Club szervezésében valósul meg, az egy 5 órai tea nevet viseli, most már több alkalommal, vagyis hát most a második alkalommal rendezzük meg, mint a klub is. Klub célja is mindig jótékony, ez is jótékonysági koncert, és a School Trióval fogunk zenélni. A koncertet Martin Sics Balázs történész-muzeológus nyitotta meg, aki bemutatta a zenekart. A School Trió a koronavírus alatt mintegy másfél éve alakult, a Mosonyi Mihály Zeneiskola tanáraiból. Mindig azt szoktuk mondani, hogy az össze nem illő zenéket párosítjuk, és folyamatosan születnek új dalok, mert kétszer ugyanúgy nem játsszuk el, mert jön egy valami ötlet valamelyikünknek, és akkor azt beépítjük. Úgyhogy ez ilyen folyamatosan fejlődő repertoár, vagy átalakuló repertoár, ez így lesz a mai este is. A School Trio Orosz Mártonnal közösen egy órás koncertet adott az érdeklődőknek. A rendezvényen befolyt összeggel pedig a Reménység autista és autisztikus sérültekért alapítványt támogatják.